Én nagyon boldog voltam. Ezt ne úgy értsd, hogy egy ilyen rózsaszín felhőtlen boldogság, ami lubickol, mert sok küzdelem volt, nagyon sok nehézség volt. Voltak sötétebb periódusok természetesen, de azért, ha visszagondolok, nekem a szépség maradt meg igazán. Nagyon szép volt, nagyon rövid volt. Még mindig nehéz kimondanom ezt a szót, hogy volt. Mert ismétlem, nem mérem föl még mindig. Most talán te egy ilyen leckét adtál föl nekem, hogy tulajdonképpen mérleget kell készítenem az életről. Ez azt jelenti természetesen, hogy nem kezdem, hanem. Nem mondtam azt, hogy befejezem, de hát arra fele járok, nem? Nagyon szép volt. Megáldott az Úristen mondjuk egy szerencsés természettel, tudod, hogy tudok alkalmazkodni bizonyos helyzetekhez, stb. Hiszen miért volnék én elégedett, amikor egyedül maradtam, és színház nélkül élek? Akkor nem lehetek elégedett. És mégis van bennem egy bizonyos csend, egyfajta nyugalom, ahol leszűrődtek dolgok, fáj is néha, de szépen fáj. Tehát háborgás, Istennek hála nincs bennem. Persze, hogy vannak nagyon rossz pillanatok, amikor az ember úgy rázuhan a magány, tudod? És ezért nagyon nehéz, és ezért öröm most a veled való beszélgetés. Rendkívül emocionált vagyok. Vigyáznom kell, hogy ne sírjam el magam, pedig én nem vagyok egy síró baba. De torlódik minden. Tehát mondjuk azért jó és azért rossz ez a beszélgetés, mert szembe kell nézzek önmagammal, ami a legnehezebb. Nem mintha nem tudnék nyugodtan a tükörben nézni, mert ettől nyugodt az álmom, hogy bármikor nyugodtan a tükörben nézek. De valami elmúlt, amit tudom, hogy nem jön vissza, mégis úgy érzem, hogy ez az egész állapot egy átmenet. Ez mentett át engem. A szüleim az uram halálán és a színházból való kilépésen. Én annyit kaptam az élettől. Nehézségek is voltak természetesen, de annyi szépet, hogy én csak egy kosztolányi idézettel tudnám elkezdeni. Biztosan ismered a verset, a hajnali részegség. És annak van két sora. És belőlem ez kívánkozik, borzasztom ki, hogy bevallom néked, megtöröttem, a földig hajoltam, és mindezt megköszönöm.